2020. március 6-a. Futótűzként terjedt a hír a sajtóban, hogy Szerbiában is, azon belül Vajdaságban megjelent a koronavírus. Az első beteget, akit Topolyai, Szabadkán kezelték rövid ideig, majd átszállították a Vajdasági Klinikai Központba. A beteg azóta már kigyógyult a kórból. A koronavírus megjelenését követően a tartomány legtöbb településén fokozatosan regisztrálták a kórt. Változó ütemben terjedt és jelent meg a településeken. Az első beteg óta több mint 40 nap telt el. Ez idő alatt a koronavírus egyebek között megjelent Újvidéken, Szabadkán, Zomborban, Nagykikindán, Pancsován, Zentán, Topolyán, összességében Vajdaság összes körzetében. A napok múlásával a tartomány területén több helyen alakult ki az illetékesek elmondása szerint vírusgóc. Ilyen volt Nagykikinda és egyes vélemények szerint Szabadka is. Az előző hónap végére világossá vált, hogy a leginkább érintett területek Vajdaságban a délbácskai, a délbánáti, a szerémségi és az északbácskai körzet. Ezeken a helyeken regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Az elmúlt bő 40 nap alatt az illetékesek ugyanakkor többször is hangoztatták, hogy a tartományban az emberek körültekintően betartják a szerb kormány által meghozott korlátozó intézkedéseket. Málo se građani Vojvodine ozbiljnije ponašaju vezano za ovaj virus. Mere koje donela vlada Republike Srbije se mnogo bolje sprovode. Čini mi se da su građani savesni. Úgy tűnik, mindez meghozta a gyümölcsét, ugyanis az elmúlt egy hétben a szakemberek szerint folyamatosan csökkenő tendenciát mutat az új fertőzöttek száma a tartományban. Ezt emelték ki a legutóbbi koronavírussal kapcsolatos sajtótájékoztatón az illetékesek. Još uvek imamo oko Niša Prokuplje, Aleksinac, znači u tom jednom delu imamo nego još uvek nešto veći procenat onih koji su pozitivni od svih koji su testirani, dok u ostalom delu to polako popušta. Pa recimo u Beogradu imate da je u tom jednom danu svega 6,2% bilo pozitivno, što jasno pokazuje da se gasi i gubi potpuno potencijal ovog virusa. Imate, znači, recimo, na primjer, Jagodinu, gde je to 20,4%, imate u Čupriji da je 9 od 54 pozitivno i tako postoje neke Smederevo 9 od 56, ali u Vojvodini je to isto značajno smanjeno. Végül pedig eljutottunk a vasárnapi adatokhoz. A Vajdasági Klinikai Központban jelenleg 119 koronavírusos beteget ápolnak. Közülük 7-en szorulnak mesterséges lélegeztetésre. Az Újvidéki Vásár területén 191, a Junákovi gyógyfürdőben 34-en héptünetekkel rendelkező személy lábadozik. A Pancsovai Közkórházban pedig 177 személyt kezelnek koronavírussal. Az illetékesek ugyanakkor továbbra is figyelmeztetnek, hogy a vírus újabb fellángolásának megakadályozása érdekében a szabályok betartására van szükség. Amennyiben a számok így alakulnak, a vajdasági egészségügyi rendszer el fogja bírni a koronavírusos páciensek számát, így mindenki megfelelő kezelést kaphat a folytatásban is.